Tolna vármegyében, bár annyira nem bosszankodnak a méhészek, azért nem fenékig telj fel a helyzet, hiszen az időjárási körülmények, mint az akácvirágzás idején a 9 napos rossz idő, jelentősen visszavetette a termelést. Mindenki úgy gondolta, hogy itt a 2024-es akácnak vége is van, de jött a csoda, és amikor eltűnt ez a rossz idő, utána még, mint említettem, egy közepes termést össze tudtak hozni. Ettől függetlenül Tolna megye az idei akácvirágzás vesztese, mert akár elindulunk felfelé az országban a térképen, és ugye az akácvirágzás így húzódik egész északon, egy héttel később virágzott, és minél északrabra mentünk, annál jobb lett. Mint azt a méhész elmondta, a kínai méz, ami valójában nem is méz, hiszen kemikáliákkal dúsított édesítőszer inkább, rombolja leginkább az európai piacot, hiszen olcsó, és rengeteget szállítanak belőle. Rendkívül sújt bennünket ugye az ukrán méz import, és a kínai is természetesen, mert az Európai Uniós mézpiacon mi is kint vagyunk, és hát az Európai Unióval megetettek 150 ezer tonna kínai rizsszirupot, ami gyakorlatilag nem méz, mert ha mézzel kéne versenyeznünk, az egy korrekt dolog lenne, de gyakorlatilag egy pancsolmánnyal kell versenyeznünk. Az ukrán készítmény az ország helyzete miatt is kényes terep. Az ottani méhészek rendkívül olcsón árulják portékájukat, hiszen az a kevés, ami visszafolyik belőlük is, több, mint a semmi. Ez is egy óriási probléma, de ők legalább mézzel versenyeznek. Hát ha bekerülnek az Európai Unióba, akkor én azt gondolom, hogy felköthetik a magyar méhészek a gatyájukat, mert olyan alacsony árról vannak kint, hogy nekünk a termelési költségeinket nem fogja fedezni, hogyha velük kell majd versenyezni, de ez még mind elviselhető, mint említettem, a kínai mézzel nem tudunk mit tenni. Néhány száz forintért behozzák ezeket a laboratórium úton előállított édesítőszereket. Én azt gondolom, a megoldás az lenne, hogyha a fogyasztók háborodnának fel, és ők vinnék a nébikhez a dolgokat. Hogy milyen következményei lesznek a most kialakult helyzetnek, még nem belátható, de annyi bizonyos, hogy komoly csapásokban részesülnek a hazai termelők.